És ahogy ígértem, már is itt vagyok két csinos hölgyel, itt Tiszaburán, és folytatjuk a beszélgetést, a Firoszos második részt. Látják a kedves nézők, és azt mondom, hogy Barisej, ezt nagyon megtanultam, ez a lányos program, illetve van ennek egy nagyon, de nagyon szép hosszú neve, ezt meg fogom tőletek tudni, illetve hát a két program gazda, vagy két program mentor, így is mondhatom, elmondjátok nekem, mutatkozzatok be, legyetek szívesek, illetve mennyi, mikor kerültetek bele a programba, hogyan és miről szól ez a program? A programnak a hosszabb neve az a romalányok korai iskola elhagyásának megelőzése. Én Fehér Zsuzsanna vagyok egyébként, én Firosz aktivista vagyok, mióta csak az eszemet tudom, és érettségi után szintén ugye nagyon sok programban részt vettem, és egy másfél-két évvel ezelőtt kezdtük, ennek a programnak volt egy 6 hónapos előző része, abban is már mind a ketten együtt dolgoztunk, ezt a programot együtt kezdtük, ez a program egy kicsit már a miénk is, meg a lányok is. Igazából a program arról szól, hogy mivel Tiszaburán és országosan is nagyon nagy a romalányok aluliskolázottsága, nagyon hamar kihullanak az iskolából, akár már 8. osztályba kisbabát szülnek, és ezen szeretnénk egy kicsit ezen az átlagon javítani. Szeretnénk, ha ezek a lányok egy jobb életet tudnának maguknak szerezni, és hát próbáljuk őket mindenféle foglalkozásokkal, mindenféle programmal arra ösztönözni, hogy ne az legyen az elsődleges cél, hogy én most kijövök az iskolából, éppen nagyon szerelmes leszek, gyorsan gyereket szülök, családot alapítok, mert ennek nincs értelme jövője. Nagyon sok pozitív példaképet hozunk a lányok elé, hogy lássák, hogy van kiút. Olyan példaképeket szoktunk, például ugyanolyan körülmények közül jönnek, mint ők, és meg tudják mutatni, hogy lehet feljebb is, sokkal feljebb jutni. Én úgy tudom, hogy Tiszaburán van alapanyag hozzá, ugyanis jelen pillanatban a demográfiai adatok szerint a 10-16 éves korosztály elég szép számmal képviselteti magát, 150-160 lányról beszélünk Tiszaburán. Mennyire könnyű bevonni őket a programba, mert pont amit elhangzott, hogy nagyon korán kirepülnek az iskolából, nagyon korán családot alapítanak, vagy nem családot, vagy csak jön a gyerek, mennyire könnyű bevonni őket úgy, mint aktivista, illetve mivel lehet őket egyáltalán meggyőzni? Mizsei Klaudia vagyok, én is a Firosz aktivistája. Hú, hát nagyon meg kellett küzdeni amúgy a bevonással. Eleinte felmértük a szükséghelyzetet, majd meghirdettük, családlátogattunk, és az iskolákkal is felvettük a kapcsolatot. Én a helyi általános iskolában pedasszisztensként is dolgozom, ezért nekem egy kicsit könnyebb is volt így együtt, hogy a lányokat már ismertünk, és az előző programból is bevontuk azokat a lányokat. A lányok is segítettek az előző programból, mivel a barátnőket hoztak, és hát nehézkesen indul. Nehéz volt, de a családok mennyire voltak bizodalommal felétek, illetve voltak-e kérdőjelek, voltak-e olyan felmerült kérdések, hogy mi van ez, hogyan működik, mennyivel tudtok ti többet adni, mint egy család, illetve nevezzük nevén nyugodtan a gyereket, tehát egy 14-15 éves gyerek már van, ahol családot alapított, mondjuk itt Tiszaburán, vagy bárhol. Tehát a romáknál nagyon-nagyon nagy divat, illetve hát már tradíció az, hogy van, aki már 12 évesen családot alapít. Tehát ezt elég nehéz így kívülről elképzelni, de vannak ilyenek, illetve mi volt a legextrémebb dolog, amivel találkoztatok, hogy mik azok a problémák, amiket meg kell oldani? Hát, hogy mik a problémák, ami csak egy 14 éves, ugye nekünk 12-től, illetve 10-től 17 éves lányaink vannak, és hát ami csak egy tinédzser lány életébe előjön, akár konfliktus családban, szülő-gyermek kapcsolat, akkor akár ugye nagyobb lányoknál már fiúkkal is párkapcsolati problémák is, de teljesen akár olyan, például csináltunk olyat, hogy volt nehézkes a beiskolázás, és akkor a programon keresztül adtunk ilyen tanszereket például a gyerekeknek, akkor tehát nagyon-nagyon sokféle, ami csak hát extrém, hát
ezt így most kibeszélni. Nem lehet. Igen, erre mondják azt, hogy tart a titoktartás mindenki, de akkor én nem én nevezem a gyereket. Gondolom, hogy dolgoztok azért együtt a védőnői szolgálattal, a szakemberekkel, egyebekkel. Azért kétféle dolog van. A gyerek az vagy jön, vagy nem. Ha nem, akkor az ellen lehet tenni. Tisztában vannak ezek a lányok a védekezéssel, mondjuk tisztában vannak-e azokkal a dolgokkal, mi van, ha jön a gyerek, milyen lehetőségeik vannak, muszáj-e megszülni a gyereket, illetve hát ilyenekkel találkoztatok-e ilyen konkrét kérdésekkel? Igen. Hát voltak lányok, akik megkerestek bennünket, volt hál' Istennek anyukánk is, aki kért segítséget, meg volt szakember, volt egy fiatalember, aki eljött és kimondottan, ő ilyen tinédzserkori szexuális problémákkal foglalkozik, tehát mindenre próbálunk szakembert keresni, mert az a leghitelesebb, én úgy gondolom, de természetesen beszéltünk a védőnővel, házi orvossal, és meg hát nyilván, amit mi magunk is tudunk nekik segíteni, egyébként igen, megkeresnek bennünket ilyennel a nagyobb lányok, akik már élnek. A családok azok valamennyire támogatják a munkátokat, vagy látják ennek az eredményét, illetve most azt kérdezem konkrétan, van-e kézzel fogható eredmény? Tehát amit elértetek, akár számokkal alátámasztva, hány lányt sikerült megmenteni, gondolom itt akár egy családban segíteni neki, neveket nem mondjatok, van-e ilyen? Hát van is. A szülők megkeresnek minket, a lányok is, szerencsére bizalommal fordulnak hozzánk. Azért havi szinten családlátogatunk, ha konfliktus van, akár család-család között, gyerekek között, mi mindig kimegyünk, próbáljuk meghallgatni mind a kettő felet. És már voltak ilyen, szerencsére volt ugye olyan konfliktus, amiben mi is tudtunk segítségre lenni, és béke lett mindenki. Ez a béke lett, ez a legszebb rész. Viszont most föltezek egy olyan kérdést, amire nagyon nehéz lesz válaszolni, de remélem, hogy a nézők kapásból le tudnak vonni egy-egy konzekvenciát most már erről a beszélgetésről. Miért csináljátok? Tehát két ilyen csinos lány itt Tiszaburán miért vesz a nyakába egy teljes településnek a gondját, illetve több száz embernek, lánynak a gondját? Miért csináljátok? Akkor kezdeném. Én azt gondolom, hogy ehhez kell egy hatalmas elhivatottság, egy nagyfokú szociális érzékenység. És igazából én szeretem, nagyon szeretek a lányokkal foglalkozni, és szeretném, ha lenne belőlük valami. Tehát, hogy nem csak itt, egyrészt a saját családom érdekében is, hogy az én gyerekem se azt lássa, nekem is van 9 éves lányom, ne azt lássa, hogy az a trend, hogy 14 évesen gyereket szülök, és igazából mi ebbe szocializálódtunk bele, én úgy gondolom, ez egy ilyen elhivatottság. Kicsit őrültség is, de teljesen jó. És nagyon sok szeretetet kapunk tőlük. És igazából nem is gondolná az ember, hogy mi mennek keresztül, így mi is sokat meglepődünk, és olyan dolgok fontosak nekik, csak egy meghallgatjuk, hogy milyen volt a nap, és olyan hálásak érte, és nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk tőlük. És nekem legalábbis ez a legfontosabb, hogy látni, hogy levetik azt az állarcot, amit mutatnak mindenkinek, és nekünk teljesen meg tudnak, hál' Istennek, nyílni, beszélnek velünk minden problémáról, és ez a legfontosabb, ez a bizalom, ez a szeretet, ahogy hozzánk fordulnak nekem. Itt a beszélgetés elején mondtátok, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, 2 perc alatt végzünk. Ránézek a stoppára. Jót beszélgettünk. Én kívánok nagyon-nagyon sok sikert, és remélem, hogy nagyon sok olyan dologról tudunk beszámolni, ahova akár keresztanyukának meghívnak benneteket családok, vagy netán eredményeket tudunk publikálni, ugyanis nektek is vannak különböző tervek a jövőre nézve. Találkozunk minél többet, és sok sikert! Köszönöm szépen!